alkalmazásunkat fogom fényezni, pedig általában ez a munkám, hanem megpróbálok egy kicsit betekintést adni abban, hogy hogyan működik a Startup Chile program, és összehasonlítani ezt egy ilyen nagyon klasszikus, 3 hónapos accelerátor programmal. Szóval, miután elindultunk ezzel az alkalmazással, és összeszedtünk valamennyi pénzt egy crowdfunding kampányban, következő lépésnek, mivel tanulni akartunk, jó ötletnek tűnt elmenni egy klasszikus accelerátor programba. Ezek általában rövid ideig tartanak, és arról szól, hogy rengeteg mentor szétrúgja a segítünket, és megpróbál nekünk bizonyos dolgokat megtanítani arról, hogy hogyan kéne máshogy gondolkozni arról a területről, amit vagyunk, milyen módszertanokat érdemes alkalmazni, és egy picit szétszednek, és aztán összeraknak. És ez igazából egy drága iskola, ahol nem ez a pénz a fő hozzáadott érték, hanem az a tudás és az a fajta munkakörnyezet, amit kapunk. Mi történetesen egy észtországi programba mentünk el, de ebből Európában tucatnyi és százával vannak most ilyen programok. Különösen köszönhetően annak, hogy minden állam ezekben most már egyre több pénzt szeretne beletenni valamilyen futcsavak folytán. És ehhez képest a rövid, intenzív, oktatásra épülő accelerátor programhoz képest a Startup Chile program pedig egy hosszabb időszakra szól, ez elméletileg 6 hónap, a gyakorlatban, mivel szintén egy államprogramról van szó, 1 hónap adminisztrációt érdemes elszámolni. Itt valamivel több pénzt adnak, de a legfőbb különbség az az, hogy ezért nem kérnek equity. Sokkal inkább az a program célja, hogy nagy számú külföldi fiatal vállalkozót, fejlesztőt, kutatót vigyenek az országba, és ezen keresztül próbálják meg a helyi életet egy picit felpezsgíteni. Ez gyakorlatilag egy hasonló dolog, mint amit mondjuk az arab öbölben lehet látni, ahogy luxusberuházásokba tolják a pénzt. Itt Chilében a bányaiparból származó bevételeket próbálják meg a startup ökoszisztémába belepumpálni, és egy hatalmas, létszámban a hatalmas programot hoztak létre. Az egyik legfontosabb elem, hogy ezzel a helyieket vegyék rá hosszú távon arra, hogy ilyen vállalkozásokba kezdjenek, vagy mérnöki pályára menjenek, stb. Stb. Most már a 8. batch fut, és mindegyik batchben 100 darab startup vett részt. Ez darabszámra ma a legnagyobb startup program a világon. És ami nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon könnyűvé szeretnék tenni mindenkinek azt, hogy oda eljusson, hozzájusson ehhez a 40 ezer dollárhoz, amiért ismétlen nem kell neked tulajdonrészt, nem kell Chilébe bejegyezni a céget, pusztán ott kell élni 6-7 hónapig, és valamilyen módon visszaadni a helyi közösségnek. Ez lehet egyetemi előadások tartása, lehet bizonyos rendezvényeknek a szervezése, vagy pedig egyéb csapatoknak a mentorálása, bármi. A legmeglepőbb számomra az volt, hogy a cégek harmada az Egyesült Államokból jön. És már ott az ottani top egyetemeken is elkezdtek azon lamentálni, hogy hogy is van az, hogy az első dolgunk a frissen végzett diákoknak, mondjuk a Stanfordon, hogy lelépjenek a Silicon Valley-ből és elhúzzanak Chilébe. Na most ennek az egyik oka az az, hogy ilyen baromi jól néz ki az ország. Viszonylag olcsó, európaiként és különösen amerikaiként egész egyszerűen menő vagy attól, hogy onnan jöttél, és ezt rengeteg amerikai saját bevallása szerint tökre élveztem. Illetve a legfontosabb különbség a klasszikus accelerátor programokhoz képest, hogy itt nem egy fölülről jövő tapasztalt emberektől jövő mentorálás a lényeg, hanem a közösség. Az, hogy amíg mi ott voltunk Chilében, addig 300 startup fordult meg abban a coworking space-ben, ahol dolgoztunk. És mindig lehetett minden témában egy nálunk okosabb ember találni, akitől lehetett tanulni. És tök jól működött ezen a közösségen belül az, hogy egymásnak tudást, vagy akár konkrét segítséget adjunk. És
Amit nagyon fontos még szerintem tudni ezekről az európai rövid accelerátor programokról, hogy ezek nem tech startup-ok és nem Y Combinator-ök, aminek a legpraktikusabb hozománya az az, hogy nem fog az ember másnap egy seed befektetést kapni, hanem nagy valószínűséggel egy ilyen 3 hónapos program után még kell 3-6-9 hónap attól függően, hogy mennyire tudjuk tolni a szekeret arra, hogy ezt a pénzt bevonjuk. És nekünk ez a Chile-i program egy nagyon jó hidat tudott képezni az accelerátor és a seed kör bevonása között, mert mire befejeztük ezt a programot, eljutottunk oda, hogy már megvoltak azok a befektetők, akikkel most lehetünk zárni egy befektetési kör. Úgyhogy ennek hála most mi is felveszünk embereket. Úgyhogy aki szeretne most éppen nem Chile-be, elsősorban Amerikába utazni, az a mi turisztikai vállalatunknál érdeklődjön. Köszönöm. Mondd. És azt mondtad, hogy mindig tudtatok valakitől tanulni. Volt egy olyan idő, amikor ti tudtatok mutatni az ott lévőknek, akik tőletek kérdeztek? Ez nyilván egy kölcsönös történet. Mondjuk az én társam, aki a vezető fejlesztő, ott elkezdett általában CEU-knak JavaScript-et oktatni. És ő így adott valamit, és amikor nekünk volt szükségünk arra, hogy nem tudom, valaki, aki bizonyos metrikák elemzésében ügyes volt, akkor találtunk rá embert. Egy ekkora közösségben, hogyha egy Bitcoin meetupot akarsz szervezni, akkor is találsz rögtön 5 startupot, aki ezzel foglalkozik, és 20 embert, aki egy csomó mindent tud erről. És ez egy hatalmas nagy tudásbázis, amihez tök jó hozzáférni. Most ebben a harmadik fázisban ugye volt Chile, előtte volt ez a 3 hónap, és most van egy ajánló időszak, most honnan jön a legtöbb tudás? Kitől tanultam sokat, vagy mi a forrás? Most igyekeztünk olyan befektetőkkel elkezdeni dolgozni, akiktől lehet tanulni, és emiatt volt nekünk már fontos az, hogy ne egy nagy befektetőtől kapjuk a pénzt, hanem legyenek olyan angyal befektetők, akik a nekünk fontos területek egyikéről sokat tudnak, és az ő kapcsolataikon és tudásukon keresztül tudunk előre jutni. Ez gyakorlatilag egyébként azt jelenti, hogy ez a sok-sok mentorból, akivel találkoztunk mondjuk az észtországi programban, azok közül 2 is most újabb befektetést adnak a cégnek, mert velük az elmúlt fél évben folyamatosan dolgoztunk, és nekik is, és nekünk is megérte. Hány százalék telepedik le ott, és kb. Lehet tudni, hogy nyilván nehéz kiszámolni, de a kormányra is kiszokták, hogy ez mennyire veszteséges, nyereséges a csileieknek? A pénz nagy részét azt ott költi el az ember. Lakásra, fizetésre, kajára, úgyhogy ilyen szempontból a pénz nagy részében marad az országban. Elég kis része telepedik le szerintem, de erről nem tudok pontos számokat mondani. Viszont azon túl, hogy a chilei jelentkezők számát sikerült meg-háromszorozni 3 év alatt, ami a cél, az első terész célja volt a programnak, és sikerült Chilét felnyomni a térképre ebben az iparágban is. Szerintem a legfontosabb hosszú távú haszon az az, hogy ez a ezres nagyságrendű vállalkozó, fejlesztő, kutató, aki megfordul Chilébe, bármikor később a latin-amerikai régióban akar valami üzletet indítani, embereket felvenni, stb. Ezt nem Brazíliában fogja elkezdeni, hanem Chilében, mert ott van egy helyismerete, vannak ismerősei, a politikai, a diplomáciai, a vállalkozói szférában, és van egyfajta bizalom a rendszerrel szemben. És bocsánat, még egy összehasonlítás, mert mindenki rögtön ezen kezd minket faggatni, hogy is van az, hogy Chile 40 ezer dollárt ad egy évben 300 startupnak, ezek biztos, hogy meg vannak örülve. 10 batch, mondjuk 1000 startuppal számolva, hogyha magának a szervezet üzemeltetésének a költségét is hozzászámoljuk, akkor ilyen 45 millió dollár. Na most ez 10%-a annak, ami Magyarországon a Jeremy programra elmegy. Úgyhogy ilyen léptékben nézve ez nem egy nagy pénz,
és a hatása az nagyon-nagyon is kézzelfogható, mert én most itt csillét dicsérem, ami ehhez képest is összeg. Ja, van még egy kérdés, és chilei startupok voltak? Tehát, hogy... Ezt mondom, hogy megháromszorozódott a jelentkezők aránya, vagy bejutott a helyi startupok. Ezt mondom, a chilei jelentkezők aránya. Úgyhogy ezzel elérték a céljukat ilyen szempontból. Most már ilyen 15, nem emlékszem most pontosan, de 15-20%-ra is vannak. És például ebben a programban azt a kurációt, hogy akkor ki jöhet, ki nem, azt kire bízták, ki csinálja azt? Nem személy szerint, hanem hogy miféle embereket? Ezzel voltak bizonyos problémák, mert egy olyan nagy számban jelentkeznek, ilyen 1500-1800 jelentkező van a 100 helyre körülbelül, és én valószínűleg tartom, hogy az egészet egyszer lefelezik, és a felét nem nézik meg, mert így nem lehet végignézni, azt ismerve, hogy hány ember dolgozik ott. Nyilván, ahogy nőtt a program, ugye egyre több ember tudtak bevonni, mert korábban részt vettek a programban, azokat megkérték, hogy az első szülésben vegyenek részt. De a mi körünknél még nem is volt személyes interjú. Az egyel későbbi körnél jött egy, nem személyes, bocsánat, Skype interjú jött be az egyel későbbi körnél. De csak az utolsó, nem tudom, mondjuk 200-nak, akik valahogy a maradék szállók kiválasztották. Utolsó kérdés. Hogy tényleg sikeresnek tűnik, és hogy tudsz-e olyan országról, aki látva a sikert hasonló útra tervezni? Van Startup Brazil, Startup Peru, illetve elindult Észak-Olaszországban egy ugyan nem állami, hanem régiós büdzséből futó TechPeaks néven futó program, ami egy nagyon hasonló logikán próbál oda csábítani vállalkozókat. A különbség az az, hogy ott kell bejegyezni a céget, hogyha a további forrásokhoz hozzá akarsz jutni. És egyébként Chile is próbálkozik azzal, hogy további források felkínálásával ott tartsa az ember, csak azért ott az adminisztratív overhead-jének nagyon magas. Köszönjük szépen!